800 darab erdészeti és 30 darab kertészeti facsemetét ültettek el a Szent István körúton. Szemereiné Pataki Klaudia osztott ebédet ma a Vojtila házban. Az igazságügyi orvos szakértő szerint halála előtt viperával vághatták fejbe a Silver ügy áldozatát. Jó estét kívánok! Önök a Hírórában a híres híreket látják 19 órakor. Ünnepi küldött gyűlésen adta át 2023-as kitüntetéseit a Bács-Kiskun vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara. Az eseményen beszámoltak az idei eredményekről is, valamint bemutatták a Top 100 Bács-Kiskun vármegye gazdasága 2023 című kiadványt. Az önmódával vette kezdetét a Városháza dísztermében a Bács-Kiskun vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara ünnepélyes díjátadója. Az iparkamara és a vállalkozók képviselőit, valamint a város meghatározó szereplőit Gán József elnök köszöntette. Nagyon kemény munka van ezekben az eredményekben, és a vállalkozók ezekben a viharos háborúval és mindenféle válságokkal terhelt időkben teszik a dolgukat. Ők azok, akik a leginkább érzékenyek a világ változásaira. Az elnök hozzátette, az alkalmazkodás és tanulási képesség a legfontosabb két tulajdonság napjainkban, amire a vállalkozásoknak és szakembereknek szüksége van. A köszöntő szavakat követően adták át a Bács-Kiskun vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara 2023-as elismeréseit. Díjazták a legjobb vállalkozókat, menedzsereket, szakembereket. Elismerték azokat, akik Kecskemét és a régió gazdasági élete szempontjából a leghasznosabb munkát végezték. Valamint elismerték a legjobb kamarai dolgozók munkáját is. Továbbá átadták a 2023-as híres vacsorán összegyűlt 700 ezer forint támogatást is azoknak a rászoruló tanulóknak, akik szorgalmukkal, tehetségükkel kiérdemelték azt. Az ünnepi küldött gyűlésen bemutatták a Top 100 Bács-Kiskun vármegye gazdasága 2023 című kiadványt. A sok érdekesség mellett, amely a kiadványban is fellelhető, az egyik legkomolyabb vármegyei eredményként Gál József elnök kiemelte a cégek árbevételének alakulását. Ez a mutató 5 év alatt 91%-kal nőtt. A 2022-es adatokhoz képest pedig 50%-kal nőttek az árbevételek. Az elnök kiemelte, a vármegye gazdasága jól teljesít, ez látszik a kiadványban szereplő adatokból is. A Top 100 kiadvány sokkal több, mint egy szimpla toplista. Elemzésekkel, kutatásokkal igyekszik elkalózolni olvasóit a régió gazdasági életében. 800 darab erdészeti és 30 darab kertészeti facsemetét ültettek el a Szent István körúton. A mai napon erről a projektről számolt be a Köppel Kft. Vezetése, akik a faültetéssel támogatták Kecskemét városának zöldítését. A Szent István körúton található egyik cég 4 éve kezdett el foglalkozni a mi környezettudatosabb megoldásokkal, mint a papírmentes munka, a napelemek felhelyezése vagy éppen az olajbeszerzés csökkentése. A mai napon pedig bemutatták a megjelent vezetőknek és a város vezetésének legújabb projektjüket. A Köppel Kft. Ugyanis 800 darab erdészeti csemetét és 30 darab kertészeti fát ültetett a Szent István körúton. A környezettudatos gondolkozás vezette arra a céget, hogy a várossal együtt végezze el ezt a beruházást. Az egész projekt alapja az a széndioxid terhelésünk kimutatása volt, ami definiálta, hogy mennyi fát kell ültetni a Köppel Manufacturing Kft.-nek ahhoz, hogy egy nullszaldós egyenleget tudjunk kimutatni a karbon terhelés területén. Ehhez még egy 2-3 hasonló jellegű beruházást tervezünk a következő néhány évben. A mai eseményen részt vett Lévai Jánosné és Szamler László önkormányzati képviselő, valamint Győri András Kecskemét főkertésze. Ez a projekt a második lépcső a város számára, nemrégiben ugyanis a Széchenyi Városi Lánchíd utcai sportáltalános iskola előtt alakítottak ki sétányt, ahol 29 fát ültettek el a lakótelepi környezetben. Kecskemét városának mindig fontos volt a környezetvédelem, a környezetünk ápolása, és a Köppel Kft. Úttörőként, mint egy családi vállalkozás elsőként csatlakozott ahhoz a kezdeményezéshez, ami arról szól, hogy zöldítsük városunkat, minél több zöld felületet hozzunk létre, és ezen törekvésünk mellé a Köppel Kft. Volt az, aki elsőként odaállt. Kecskemét elkötelezett a környezetvédelem iránt. A ma bemutatott projekt pedig ezt segíti továbbvinni, hiszen a Szent István körúton közlekedők a csemeték növekedése után egy fás terület mellett haladhatnak majd el.
Kecskemét polgármestere is részt vett a Vojtila ház mai ebédosztásán. Szemereiné Patagi Klaudia ajándékkal érkezett a népkonyhára, piacra szóló utalványokat adott át a rászorulóknak. A gulyáslevest a Kecskeméti Szakképzési Centrum két vezetője, Ignác Bence főigazgató és Levicki Ciril kancellár saját kezüleg készítették a Vojtila családjának. Különleges vendégeket köszönthettek ma a Vojtila Barátság Központ népkonyháján. Advent alkalmából meglátogatta az intézmény sorsközösségét Szemereiné Pataki Klaudia polgármester, aki természetesen nem érkezett üres kézzel. Karácsonyi csomagja piaci ajándékutalványokkal volt tele, amelyek január végéig használhatóak fel. A városvezető köszönetet mondott a Vojtila teljes csapatának, hogy atyai gondoskodással segítik a rászorulókat, az év minden egyes napján a rendelkezésükre állnak. A polgármester kiemelte, a barátságközponti már 19 éve biztos pont a város életében. Ez idő alatt nagyon sok embernek nyújtottak nap mint nap meleg ételt és szellemi táplálékot. Az ünnepségen részt vett a Kecskeméti Szakképzési Központ két vezetője, Ignác Bence főigazgató és Levicki Ciril kancellár is. Mint kiderült, ők készítették a mai gulyáslevest a gondozottak részére. Ignác Bence is köszöntötte a Vojtila családját, áldott ünnepeket, boldog új évet kívánt mindenkinek. János István képviselő, aki már családtagnak számít a Vojtilában, adventi gondolatait osztotta meg a jelenlévőkkel, majd a szokásos imádság után közösen osztották ki a gulyáslevest. Bozsó János festőművészre emlékeztek halálának 25. évfordulóján ma délelőtt. A művész sírjánál, a Kecskeméti köztemető díszparcellájánál egy mécses meggyújtására vagy egy szál virággal csendes főhajtásra várták a művész tisztelőit. Csendes megemlékezést tartottak ma délelőtt a Kecskeméti köztemetőben, Bozsó János sírjánál, a festőművész halálának 25. évfordulójának alkalmából. A művész díszparcellájánál virágokat, mécseseket helyeztek el a festőtisztelői. A családtagok, hozzátartozók mellett több helyi politikus, városvezető is részt vett. Szemereiné Pataki Klaudia polgármester is gyűjtött egy mécsest és egy virágot is elhelyezett a kecskeméti festő sírján. Folytatódott tegnap a Szilver ügye a kecskeméti törvényszéken. Ezúttal a Nemzeti Szakértő és Kutatói Központ igazságügyi szakértőit hallgatták meg. Az összesített vizsgálatok alapján, melyek G. János kihantolása után készültek, azt állapították meg, hogy a valószínűség szintjét meghaladóan az áldozatot halála előtt viperával vághatták fejbe, melytől elveszítette eszméletét. Tegnap folytatódott a Szilver ügy, a 23 évvel ezelőtt történt emberölés ügyében zajlik a tárgyalás, melyen két biztonságist vádolnak egy fiatal fiú meggyilkolásával. Most a Nemzeti Szakértői és Kutatóközpont igazságügyi szakértőit hallgatták meg, az ügy egyik kardinális kérdésére keresik a választ, arra, hogy a vádlottak fejbe verték-e az áldozatot viperával. A szakértők, akik G. Jánost a kihantolás után megvizsgálták, azt állapították meg, egyáltalán nem zárható ki a vipera használata. Három egymás mellett lévő sérülést találtak a koponyán a bal fül mögött. Az elsődleges egy 13 mm-es bemélyedés, melyből 5 repedés keletkezett. Miután 3D-ben modellezték a koponyát, azt állapították meg a szakértők, hogy az elsődleges sérülést nem okozhatta a vonat. Többféle viperát is a nyomhoz illesztettek, és az egyik beleillett a sérülésbe. A nyomszakértő szerint a két kisebb sérülés nem tükrözi a vipera jellegzetességeit, de nem is zárható ki, tehát így az sem, hogy a három csontba mélyedt sérülés a bal fül mögött viperától származna. A tárgyaláson elhangzott, hogy ettől az ütéstől elájulhatott az áldozat, tehát ezt követően helyezhették a sinekre. N. Tamás, az elsőrendű vádlott azt kérdezte a szakértőktől, hogy az erősen ittas állapotban a férfi elájulhatott-e a sok italtól. Az igazságügyi orvos szakértő válaszában kiemelte, hogy az áldozatnak 2,2-es volt a véralkohol szintje, ami közepes befolyásoltságnak minősül, tehát abban az állapotban felkelt volna a sinekről. N. Tamás azt is felvetette, hogy a szakértői jelentésben az szerepelt, hogy az áldozat cipőjén nem volt olyan nyom, amely arra utalt volna, hogy a sinekre húzták a férfit. A nyomszakértő erre azt mondta, hogy bár a lábbeli felső részén nincsenek nyomok, azonban a talp része szétfoszlott, így azt már nem lehet megállapítani, hogy a talp perem részén voltak-e ilyen jellegű sérülések. A normanda formája, a luc pedig az illata miatt kelendő. A fenyőfárosok szerint a legtöbbet a normandból adnak el, a fenyő 90%-át ebből a fajtából értékesítik. Az ezüstfenyő eladásban csökkenő tendencia tapasztalható, de még mindig van kereslet a fajta iránt. A Jávorka fenyő tulajdonosa Jávorka Endre elmondta, az egyéb szolgáltatói szektorban, mint például a szállítmányozás,
áremelkedések történtek, emiatt körülbelül 10%-os drágulás tapasztalható a piacon. Ez azonban összegszerűsítve minimális, a nagyobb fenyők esetében 1000-1500 forinttal drágábbak a fák, kisebb fenyők esetében pedig semmi, vagy csupán pár száz forint a növekedés. A Kecskemét nyújtotta lehetőségekről, a Mercedes beruházás hatásairól és az utak és intézmények megújulásáról is beszél Közélet című magazinunkban Szemerényné Pataki Klaudia polgármester. Az adventi időszakra tekintettel az ünnepekkel kapcsolatban is elmondja gondolatait a városvezető. Merre visznek útjaink 2024-ben? Szemerényné Pataki Klaudia polgármester nem csak szó szerint, de átvitt értelemben is megválaszolja a kérdést mai Közélet című magazinunkban. Az útépítések jelentősen befolyásolták a kecskemétiek életét az elmúlt időszakban, mindennek azonban lassan elkezdhetjük élvezni a gyümölcsét. A fejlődés azonban ezen a téren sem állhat meg. Összefoglalóan azt kell mondjam, hogy 2023-ban tényleg hatalmas léptékű beruházások és nagyon összetett beruházások készültek el. Én azt gondolom, hogy az elmúlt 50-60 évben ilyen léptékű beruházások minden területen, mind energetika, mind úthálózat, mind oktatás, mind a környezetvédelem, városüzemeltetés területén, oktatás területén nem történtek ilyen léptékű fejlesztések. Örülök, hogy polgármesterként ezeket a fejlesztéseket így végig tudtam vinni, és a következő éveit, évtizedeit tudjuk ezzel meghatározni a város stabil működésének. A Mercedes-Benz eddig is meghatározta a város életét, ám a cég újabb fejlesztései még több lehetőséget, de új kihívásokat is szülnek. A jövő tervezésébe ezen a téren is be kell vonni a fiatalokat, a Neumann János Egyetem és a kecskeméti képzőhelyek szerepéről is beszél mai Közélet című magazinunkban Szemerényné Pataki Klaudia. Az adventi időszak kapcsán még a polgármester ünnepi szokásairól is hallhatunk néhány érdekességet. A valóban jövőbe tekintő beszélgetést 20 órától láthatják mai műsorunkban. Ünnepi dalokkal lepte meg a vásárlókat a Kecskeméti Fesztivál kórus a Malom központban tegnap délután. A kórus első megmozdulása nagy sikert aratott, a bevásárlóközpont nyüzsgő népe mind csodájára járt a flashmobnak. Izgatott készülődés és csilingelés jelezte tegnap délután a Malom bevásárlóközpontban, hogy meglepetés várható. Ha még nem érintett volna meg mindenkit az ünnepi hangulat, ezután a flashmob után biztosan karácsonyi dalokat dúdolva fog otthon díszíteni. Első alkalommal készültek ilyen jellegű megmozdulással a Kecskeméti Fesztivál kórus tagjai, így példaértékű flashmob részeseivé válhattak a Malom Center látogatói a földszinten, de még a felsőbb szinteken is. A kórus kellemes, ünnepi dalokkal kedveskedett a járókelőknek, vásárlóknak. A nem mindennapi előadás nagy sikert aratott, a bevásárlóközpont szinte minden látogatója csodájára járt a megmozdulásnak. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit. Még egyszer. Röviden. Nyolcszáz darab erdészeti és 30 darab kertészeti facsemetét ültettek el a Szent István körúton. A fásítási programot elindító cég a várossal együtt végezte el a beruházást. Szemerényné Pataki Klaudia osztott ebédet ma a Vojtila házban. A polgármester idén is ajándékokkal érkezett a népkonyhára. Az igazságügyi orvos szakértő szerint halála előtt viperával vághatták fejbe a szilverügy áldozatát. A tárgyalás tegnap folytatódott a kecskeméti törvényszéken. A Nordman a formája, a Lutz pedig az illata miatt kelendő. A fenyőfa árusok szerint idén 10%-os drágulás tapasztalható a piacon. Önök a hírös híreket, a Kecskeméti Televízió híradóját látták. Hamarosan folytatjuk a kiemelővel. Mai magazinunkban megmutatjuk, hogyan oldódhat meg a jövőben a homokhátság vízgazdálkodási problémája. Majd megtudhatják, milyen fenyőfák közül lehet idén választani. De először beszélgetést láthatnak Bozsó Jánossal, a Bozsó Gyűjtemény kuratóriumának elnökével. Olvassák és nézzék hírportálunkat, a cím híres.hu. A híres híreket 20 óra 30 perckor, 22 órakor, éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 és 9 órakor ismételjük meg. A kecskeméti tv.hu weboldalon pedig bármikor ismét megtekinthetik. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor várjuk Önöket. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!
Pénteken napközben nagyobb területen lehet zárt felhőtakaró, vegyes halmazállapotú záporos csapadékra számíthatunk, késő délutántól viszont csökken a felhőzet, a legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 7 fok között valószínű. Szombaton közepesen vagy erősen felhős idő várható, helyenként pára, ködfoltok képződhetnek, néhol lehet gyenge, vegyes csapadék, hajnalra általában mínusz 6 és plusz 1 fok közé hűl le a levegő, délután 2-8 fok várható. Vasárnap nagyobb területen képződhet köd, illetve réteg felhőzet, számottevő csapadék nem várható, mérsékelt marad a légmozgás, hajnalra általában mínusz 4 és plusz 1 fok közé hűl le a levegő, kora délutánra 1 és 8 fok közé emelkedik a hőmérséklet.